Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bűncselekményé válik az éjjel szexárt csomagosztása. Rendőrségi nyomozás indult a botrányos eljárás miatt. Veszélybe került mikrovállalkozások, akár hitelfelvételre is kényszerülhetnek a koronavírus miatt. Nyári tragédiák minden évben követelnek halálos áldozatokat a hazai fürdővizek. Néprajzi tábor, kismányokon éltetik a hagyományokat a bukovinai székelyek. Nyomoz a rendőrség az éjjel szexárt tagok által kiosztott önkormányzati segélycsomagok miatt, és az ügyet az őszi ülésszakban a Parlament Népjóléti Bizottsága is tárgyalja majd. Ezekről Volner János független országgyűlési képviselő és Szabó Balázs, a szexárdi városvédők elnöke beszélt szerdán egy sajtótájékoztatón. Szabó Balázs még júniusban tett feljelentést, mert az éjjel szexárt tagok által vezetett helyi szociális bizottság nem tudott elszámolni nagyjából 130 csomaggal. Volner János azt mondja, fényképekkel bizonyítható, hogy az önkormányzati csomagok osztása éjjel szexárt logóval ellátott sárga pólóban történt. Ez pedig az országgyűlési képviselő szerint azt jelenti, hogy mint mondta, az éjjel szexárt a város pénzén vásárolt szavazatokat. Teljesen elképesztő az, amit a balliberális szivárvány koalíció szexárdon véghez vitt. Bűncselekményt követhettek el az éjjel szexárt frakció tagjai a helyi önkormányzat segélycsomagjainak osztásakor. Ezt mondta a szexárdi városvédők elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Szabó Balázs még júniusban tett a rendőrségen feljelentést, mert a jegyzőtől kikért adatok alapján rájött, hogy az éjjel szexárt tagok által vezetett szociális bizottság nagyjából 130 csomaggal nem tudott elszámolni. Ezt a 130 embert, mert ők a legfontosabbak ebben a kérdésben, őket kártalanítani, és mi hamarabb meg kéne kapják ezeket a csomagokat, utána pedig ugye, hogy az igazság kiderüljön, és hogyha kiderül az, hogy ezek a csomagok eltűntek és hova kerültek, és vannak bűnösök, akkor őnekik meg kell bűnhődni. Szabó Balázs azt várja, hogy igazság szülessen és bebizonyosodjon, hogy az éjjel szexárt frakció alkalmatlan a város vezetésre. Jelen pillanatban tehát nagyon erős a gyanú, hogy ezeket a csomagokat ellopták, eltűntek, nem tudnak elszámolni velük, és felveti ugye a kérdést, hogyha egy ilyen alapvető, egyszerű dologgal nem tud elszámolni ez a formáció, akkor mi lesz, hogyha majd milliárdos tételekkel kell elszámolniuk. A sajtótájékoztatón Volner János független országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ősszel a Parlament Népjóléti Bizottsága elé viszi a szexárdi csomagok ügyét. Szerinte többszörös visszaélés történt, ugyanis, mint mondta, fényképekkel bizonyítható, hogy az önkormányzati csomagok osztása több esetben ilyen szexárd logóval ellátott sárga pólóban történt. Ez pedig az országgyűlési képviselő szerint azt jelenti, hogy az ilyen szexárd a város pénzén vásárolt szavazatokat. Az önkormányzat pénzén vásárolt segélycsomagokat a balliberális ellenzék a saját segélycsomagjaiként ábrázolta a választók előtt. Ez gyakorlatilag nem egyéb, erre azt mondaná a balliberális ellenzék is, ha fordítva történt, hogy szavazatvásárlás történt. Nagyon ízléstelen akciónak tartom ezt. Szabó Balázs még júniusban tett feljelentést a szexárdi rendőrkapitányságon, mert szerinte súlyos szabálytalanságok történtek a csomagok osztásakor. Azt mondta, egyértelműen bizonyítható, hogy az éjjel szexárd tagok által vezetett helyi szociális bizottság nem tud elszámolni a város pénzén vásárolt adományokkal. Ács Rezső, a város polgármestere, még márciusban a koronavírus járvány kitörésekor döntött arról, hogy 1000 darab egyenként 10 000 forint értékű tartós élelmiszer csomagot oszt ki az önkormányzat a helyi szociális rendszerben szereplő 703 rászoruló között. További 300 csomagért pedig a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családok jelentkezhettek. A csomagok kiosztását és a munka koordinálását az éjjel szexárt tagok által vezetett szociális bizottság végezte. Utólag a jegyzőtől kikért adatok alapján viszont legalább 130 csomaggal nem tudott elszámolni az éjjel szexárt. Ennyi aláírás hiányzott ugyanis az átvételi nyilvántartásból. A rendőrség kérdésünkre megerősítette, hogy valóban nyomoznak a szexárdi csomagok ügyében. Az eset miatt megkerestük Bomba Gábort, az éjjel szexárd frakció elnökét is.
Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol arról, hogy a nyomozóhatóság szerint a frakciójának több tagja is bűncselekményt követhetett el, valamint azt is szerettük volna megtudni, hogy tervezik-e bármilyen módon kártalanítani azokat a rászoruló személyeket, akik az aláírások szerint nem kapták meg az önkormányzat csomagját. Riportunk elkészültéig viszont nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Veszélyben vannak a fesztiválokból élő mikrovállalkozások. A koronavírus miatt elmaradt rendezvények hatalmas bevételkiesést jelentenek azoknak a vállalkozóknak, akik a tömegrendezvényeken értékesítik termékeiket. Az állam által nyújtott kompenzációra viszont csak csekély mértékben számíthatnak. A vírushelyzet ellehetetlenítette a rendezvényszervezőket, és azokat is, akik fesztiválokon kézműves termékeket árulva jutnak bevételhez. A korlátozások feloldásával úgy tűnt, az ősszel már lehet fesztiválokat tartani, mostanra viszont látszik, hogy a járvány újra belobbanhat. A bátaszéki Bárdos Viktor csilipaprikát termeszt, az abból készített szószokat pedig főként fesztiválokon árulja. Azt mondja, idén nagyjából 20 rendezvényről kellett lemondania. Ezek az éves bevételének közel 60%-át tették volna ki, ettől már biztosan elesett, ezen kívül visszaesett a viszonteladóknál is a kereslet, így egyelőre nem látja, hogy mi vár rá. Nálunk ez úgy néz ki, hogy ugye 5 napot dolgozunk a kertben, ápoljuk a növényeket, termeljük, leszedjük, szüreteljük, majd földolgozzuk, és a hétvégén pedig eljárunk fesztiválokra, vagy kis termelői piacokra, ahol megpróbáljuk ezeket eladni. Na most ez az oldal az idén az úgy néz ki, hogy ez kimaradt. Bárdos Viktor kistermelő azt mondja, hogy egy kompenzációs pályázatra tudta benyújtani az igényét. Ennek elnyerése után egy mindössze egyszeri 125 000 forintos támogatásra lesz jogosult. Ezt 2020. december 31-ig kell elbírálni, tehát a kifizetés legkorábban jövőre lesz esedékes. Azt mondja, sok olyan 30-35 éve jól működő cégről tud, akik csak hitellel tudtak működőképesek maradni. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is úgy gondolja, hogy a rendezvények elmaradása nagyon nagy kiesést jelent a vállalkozóknak, szolgáltatóknak. Vannak köztük olyanok, akiknek a megélhetésük is veszélybe került ezzel. Úgy halljuk, hogy a kormány ennek megfelelően intézkedéseket akar tenni, támogatást akar nyújtani, tehát ez talán pótolni fogja egy részét a rendezvénynek. A további ilyen támogatás, az adócsökkentések, járulékok csökkentése, de ha nincs bevétel, akkor sajnálatos módon az nem segít a vállalkozóknak. Hiszen az adót a bevétel után fizetik a vállalkozók, és ha nincs bevétel, akkor kevesebb a befizetendő adó is. Fischer Sándor elmondta, hogy ez az időszak a rendezvényszervezést, a vendéglátás turizmust, kiskereskedelmet és az egyéb szolgáltatásokat is nagy mértékben visszavetette. Minden évben több halálos tragédiát is okoz az országban a felelőtlen nyári fürdőzés. Tolna megyében utoljára 2017-ben történt ilyen eset, Bátán 2 fiatal fiú fulladt a Dunába. A búvár szakértő azt mondja, ha fuldokló embert látunk a vízben, semmi esetre se induljunk valamilyen eszköz nélkül a segítségére. Itt Bátánál fulladt bele a Dunába egy 13 éves és egy 15 éves fiú még 2017-ben. Fürödni indultak, úszni viszont egyikőjük sem tudott. Egy hirtelen mélyülő résznél pillanatok alatt merültek el, az élettelen testüket kora este emelték ki a búvárok. 2 évvel korábban itt Domboriban történt hasonló tragédia. Egy 18 éves fiú fulladt a vízbe. A holttestét csak órákkal azután tudták a felszínre hozni, hogy elmerült a 3 méter mély vízben. Egy átlagos felkészültségű embernek esélye sincs kimenteni a fuldoklókat. Ezt mondja a búvár, aki az előbb felidézett tragédiáknál is részt vett a keresésben. Hortai Tamás szerint a vízfelszínén kapálózó áldozat szinte biztos, hogy magával rántja a segítségére sietőt. Éppen ezért inkább megelőzni érdemes a tragédiát. Már a parton, ha látok olyat, valaki ittassan, ne adj Isten, valamilyen szinten bódultan akar bemenni, látom, hogy nem nagyon találja igazán a kezeit, lábait a vízbe, akkor őt próbálom inkább meggyőzni, és figyelj, nem kéne inkább kijebb jönnöd, stb. Sokkal nagyobb eredményt fogunk elérni, ha ebbe az irányba teszünk bele energiát. A szakértő azt mondja, egy vízimentés minden esetben rendkívül megterhelő feladat, ezért, ha lehetséges, érdemes valamilyen eszközzel a bajba jutott segítségére sietni. Valamilyen
tárggyal segíteni. Tehát vagy egy csónak, vagy egy gumimatrac, vagy egy kajak, vagy valami, egy bármi, ami minket azért tud stabilizálni, és akár csak onnan esetleg egy úszótárgy, egy mentő mellé, egy lapát, egy akármi segítségével, és amikor már megnyugodott, amikor már sikerült stabilizálnom, majd akkor ráérek esetleg vagy kivontatni, vagy kihúzni. Az ország fürdővizeiben minden évben többen lelik halálukat. 2020 ilyen szempontból eddig szerencsés esztendőnek számít. Július 22-ig ugyanis egyetlen fulladás sem történt. Dunaszent Benedeken ülésezett a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. A koronavírus miatt hosszú ideje nem tudtak találkozni a településvezetők, de az elmaradt egyeztetéseket és döntéseket most pótolták. Az év végén meghatározott munkaterveket több területen módosítaniuk kellett a járvány miatt. Az idei év az élet számos területén átszervezést igényel, hiszen a járvány miatt mindent újra kell gondolniuk az embereknek. A veszélyhelyzetben nem lehetett társulási tanácsülést tartani, így egy elnöki döntés született a TEIT 2019. évi költségvetési elszámolás zárszámadásáról, amelyet most a társulás jóvá hagyott. A TEIT minden évben megrendezi TEIT napját, amit idén augusztus 19-én tartottak volna nagyszabású program kíséretében Kalocsán. A társulás a biztonság szem előtt tartása mellett úgy döntött, idén az online térben találkoznak a település lakói. A biztonságot helyezzük maximálisan előtérbe, úgyhogy most egy sajnálatos bejelentést kell tennem, hogy az augusztus 19-i TEIT nap az eredeti programok szerint azt el kell, hogy halasszuk, illetve le kell, hogy mondjuk, hogy pontosan fogalmazzak. A szervezők a napokban kidolgozzák az új programot, és hamarosan kihirdetik a településeken. A társulás fontos feladata továbbá a nukleáris ipar megismerése, feltérképezése, így évről évre szakmai utakon vesznek részt a polgármesterek bel- és külföldön egyaránt. Ezúttal 2021-re halasztották a tervezett fehéroroszországi utat, mivel az utazások kérdése bizonytalan jelenleg. Az ellenőrző bizottság munkája is átszervezést igényel, hiszen a tervezett helyszínek közül nem mindegyik terület látogatható és ellenőrizhető jelenleg a nukleáris létesítményekben. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének rendezésében zajlik Kismányokon hagyományos néprajzi tábor. A résztvevők többek között felújítják a Bonyhádi Székelypark kapuját, és megismerkednek a népi minták rajzolásával, a hagyományos székely énekléssel és a fafaragás több száz éves hagyományával is. Zene és munkazaj keveredik a Kismányoki Székelyporta udvarán. A hagyományos néprajzi tábor résztvevői dolgoznak, alkotnak és közben átörökítik a hagyományos értékeket a szép számmal jelenlévő gyerekeknek. Idén a vírusjárvány felborította az eredeti koncepciót, így a három különböző tábort egy rendezvénybe sűrítették a székelyek. Az idén 31. alkalommal mégis egy ilyen összevont tábort sikerült összehozni. Ugye ez azt jelenti, hogy egy művésztábort is szeretünk volna, ugye Mézsi Szabó István tiszteletére, illetve emlékére, és így tulajdonképpen ezzel bővült ki az egész tábori életünk, hogy ugye nem csak a faragás, ugye, ami kimondottan, tehát igyekszünk mindenhol ugye a bukovinai dolgokat belevinni. Feladat van bőven, hiszen augusztus 20-ára el kell készülni annak a székelykapunak, mely Bonyhádon kerül majd felállításra, és a tábor ideje alatt rekonstruálják azt a kocsit is, mely Kakasdon jelzi majd a népcsoport jelenlétét. Emellett idén is a legfontosabb feladat a gyerekek érzékenyítése. Töröm számomra valóban, hogy fiatalok jöttek, ugye különösen ugye van négy állami gondozott is, aki számomra nagy öröm, hogy itt lehetnek, és itt vannak, és vállalták, és nagyon dolgoznak. Úgyhogy hát jöttek Érdről, ugye egy család jött, ahogy akkor Kakasdoli család, a Molnár család jött Bátaszékről, többek között, tehát így elég sok helyről, közel 9 településről jöttek résztvevők. Illés Tibor azt mondja, ha mindannak, amit itt tanulnak, nincs családon belül értéke, akkor ez nem más, csak egy jó buli. Ezért fontos, hogy a gyerekek lássák szüleiket alkotás közben, mert így lehet értékszemléletet formálni hatékonyan. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Egész évben támadhatnak, de nyáron aktívabbak. Súlyos betegségeket is terjeszhetnek a kullancsok. Szívesen nyaralunk itthon, nagy segítség a szép kártya. Mi lesz a fesztiválokkal? A szervezők bizakodóak.
Lyme-kór és vírusos agyvelőgyulladás. Ez a két leggyakrabban előforduló betegség, amit a kullancsok terjesztenek. A szakértők szerint már egész évben találkozhatunk ezekkel a vérszívókkal, nyáron azonban aktívabbak. A megyei tiszti főorvostábunknak elmondta, fontos a megelőzés és a megfelelő kezelés, hiszen súlyos következményekkel járhat egy-egy ilyen élősködő csípése. Szakemberek szerint a klímaváltozás miatt már nem beszélhetünk kullancs szezonról, a vérszívók ugyanis egész évben támadhatnak. A nyári hónapokban azonban aktívabbak, így nagyobb figyelmet igényel a védekezés. Ezek az élősködők számos betegséget terjeszthetnek, az egyik leggyakrabb a Lyme-kór. Ennek tipikus tünete, hogy a csípés után 7-10 nappal bőrpír jelenik meg, majd egy kifelé terjedő piros kör. A látható tünetek mellett azonban súlyosabb következménye is lehet ennek a betegségnek. Ezt egy baktérium okozza, ezért antibiotikummal jól kezelhető, de mindenképpen tanácsos minélőbb orvoshoz fordulni, mert a fel nem fedezett lánykornak nagyon kellemetlen, hosszú távú, főleg ízületi és izom problémákat okozó következményei lehetnek. Egy másik, szintén gyakran előforduló betegség, amit a kullancsok terjesztenek, a vírusos agyvelőgyulladás. Az emberek 20%-ánál jelentkezhetnek tünetek, súlyos esetben pedig a központi idegrendszerben keletkezik kár. E megbetegedés ellen nem létezik gyógymód, viszont megelőzhető védőoltással, mondja a megyei tiszti főorvos. Dr. Kassai Veronika kiemelte, hogy a gyermekek és felnőttek számára is ajánlotta a vakcina beadatása, ezt házi orvosnál kérhetik az érdeklődők. A védőoltást mindenképpen tipikus területen való megfordulását 2 héttel javasolt beadni, sőt a teljes védőoltási sorozatot, mivel ez 3 védőoltásból áll, tehát időben el kell kezdeni, mindenképpen konzultálni kell orvossal. Mindezek mellett érdemes megfogadni a szakértők további tanácsait. Eszerint a kirándulások alkalmával vagy a kullancsok tipikus előfordulási helyein viseljünk hosszú ruházatot. Használjunk erre a célra kifejlesztett rovarriasztószert és vizsgáljuk át magunkat. Ha ennek ellenére is ilyen vérszívót látunk a bőrünkön, egy csipesszel vagy valamilyen gyógyszertárban kapható eszközzel távolítsuk el az élősködőt egy határozott mozdulattal. Dinamikus ütemben emelkedik a vendégészakák száma hazánkban. A turisták az elmúlt egy hónapban alapvetően a Balatont keresték fel legtöbbször. Egyre többen fizetnek a nyaralás során Széchenyi pihenőkártyával. Ez annak is köszönhető, hogy a kormány csökkentette a kártyák adóterheit. Az első 6 hónapban a szépkártyákra feltöltött összeg több mint 154 milliárd forint volt. Folyamatosan csörög a telefon ebben a siófoki szállodában, sokan szeretnének szobát foglalni. 90% fölötti a magyar vendégeink aránya, a maradék 10% a környező országokból érkező külföldi vendég. Ausztriából, Lengyelországból és Csehországból ugyan foglalnak szállást a Balatonnál, de többségében vannak a belföldi nyaralók. Ezt mutatja Tóth Gergely. Sokan előszeretettel fizetnek szépkártyával, ez annak is köszönhető, hogy a kormány csökkentette a kártyák adóterhét. Kijárási korlátozások időszakában nagyon hozzászoktak az érintésmentes fizetési formákhoz, előszeretettel használják a bankkártyát, különösképpen a szépkártyát, amit ugye most a kormányzati intézkedések és az adóügyi kedvezmények kapcsán ugye nagyobb mértékben adhatnak a foglalkoztatók. Így a mi vendégeink is vélhetőleg sokkal több szépkártyás keretet kaptak, és ez meg is látszódik a szépkártya felhasználáson. A tavalyi év azonos időszakához képest közel 2-szeres a szépkártya forgalmunk. A szálloda bevételének több mint felét szépkártyás fizetések teszik ki. Ez a pár Esztergomból érkezett Siófokra, szinte mindig szépkártyával fizetnek. Hát szerintem nagyon jó, mi folyamatosan így ezzel üdülünk itt belföldön. Most nem tudom, 3 hét múlva megyünk Pécsre, akkor is ezzel fogunk fizetni, meg utána most innen megyünk még Keszthelyre, úgyhogy mi abszolút kihasználjuk. Most a biztonság is fontos, ezért is döntöttek úgy, hogy inkább belföldön kapcsolódnak ki. Semmiképp sem szeretnénk repülőre ülni, vagy így nem tudom, Egyiptomba meg ilyen helyekre utazni. Úgyhogy, meg főleg most ugye itt a pandémia helyzet idején, azért ez nagyon jó, hogy itt el tudunk menni, meg azért Magyarországon is nagyon sok
jó hely van. Az első 6 hónapban több mint 90 milliárd forintot használtak fel a Széchenyi pihenőkártyákról, ez 20%-kal több az előző év első 6 hónapjában felhasznált összegnél. Egyelőre úgy készülnek a fesztivál szervezők, hogy lesznek rendezvények a nyár végén. A kormány a múlt héten döntött arról, hogy a járványügyi védekezés miatt elmaradnak az augusztus 20-ai ünnepségek. Az augusztus 15-e utáni 500 főnél nagyobb rendezvények sorsáról pedig másfél hét múlva határoznak. Így egyelőre még kérdéses, hogy több nagy fesztivál sorsa hogy alakul. A járványhelyzet utáni enyhítéseknek a fesztivál szervezők is örültek, mondja Löbenvej Norbert. Egyrészt nyilván felélegeztek azok a fesztivál szervezők, akik eleve augusztus végére tervezték a fesztiváljaikat, ilyen a Szegedi Ifjúsági Napok, a Strandfesztivál, a Be My Lake, és még sorolhatnám azért jó néhányan, illetve nagyon sok magyarországi fesztivál szervezője, akár itt a Balatonon, akár az ország más pontján úgy döntött, hogy a teljes setupját, a teljes rendszerét átszervezi augusztus 15-e utánra. Palóznaki Jazz Picnic, EFOT, sorolhatnám, jó néhány olyan fesztiválról beszélhetünk, amely úgy döntött, hogy augusztus végét vagy szeptembert próbálja megcélozni a fesztiváljával. A koronavírus járvány a környező országokban azonban tovább terjedt, így a kormány július 29-én újra tárgyalja az 500 főnél nagyobb rendezvények megszervezési lehetőségét. Egyrészt egy utolsó reménysugárként kapaszkodunk abba jó néhányan, akik augusztus végi fesztivált szervezünk, hiszen azt gondoljuk, hogy ha van rá esély, akkor természetesen szeretnénk ezeket a fesztiválokat megtartani. Ugyanakkor egy újabb bizonytalanságot is jelent sokak számára, hiszen azért az fontos tudni, hogy lemondani valamit az kis túlzással tényleg egy nap vagy egy perc kérdése, azt bármikor meg tudjuk tenni. Ugyanakkor felépíteni egy fesztivált, az egy fél éves, sok esetben akár éves munka, úgyhogy én napi, vagy szinte azt mondanám, hogy perci kapcsolatban vagyok a percenkénti kapcsolatban azokkal a fesztivál szervezőkkel szerte az országban, akik terveznek még idén fesztiválokat. A fesztivál szervezők egyelőre úgy készülnek, hogy meg lehet tartani a rendezvényeket. A már megvásárolt jegyekkel kapcsolatban Löbenvej Norbert elmondta, amennyiben mégsem engedélyezik a koncerteket, úgy lehetőség lesz visszaváltani a jegyeket és a bérleteket, de akár átvihetőek azok a 2021-es fesztiválokra is. Csapat összetartásra érkezett a magyar férfi röplabda válogatott keretének jelentős része a Balatonhoz. A kötetlen háromnapos esemény jó alkalom volt arra, hogy a játékosok, illetve a márciusban kinevezett új szövetségi kapitány megismerkedjenek egymással személyesen is. Hosszas tárgyalás sorozat eredményeként az eredetileg tervezett augusztus-szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőket a jövő év elejére, januárra halasztották, mind női, mind férfi vonalon. Így a szövetségeknek is van még idejük felkészülni. Egy elég hosszú tárgyalás sorozaton vagyunk túl az Európai Röplabda Szövetséggel, hiszen augusztus-szeptemberre voltak Európa-bajnoki selejtezők kiírva. Azonban a mi csoportjainkban, mind a fiúknál, mind pedig a lányoknál úgy döntöttek a résztvevő országok, hogy januárra halasztják ezeket az EB selejtezőket. Úgyhogy még van időnk ugyan készülni, de mi úgy próbálunk készülni, hogy minden lehetőségre készen álljunk. Mivel rendezői szándékot is benyújtottunk, és el is nyertük mind a férfi, mind pedig a női tornának, egy-egy tornának a rendezését, ezért tulajdonképpen nagyon-nagyon sok előkészületet igényel az, és igazából még mindig nem vagyunk teljesen tisztában annak, hogy majd mi vár ránk januárban. A tornarendszer miatt azonban teljesen máshogy kell majd felkészíteni a válogatottat a sorozat terhelésre, hiszen rövid időn belül kell a játékosoknak több mérkőzést is játszani. Ugye teljesen más, hogyha egy sorozatterhelés van, ugye 4 napig kell ugye a fiúknak toppon lenni, mintha egy oda-visszavágós rendszerben inkább egy lassabban felépített taktikai vagy technikai képzés lehet tartani. Ez inkább az, ami most változott, és teljesen mások kell majd felépíteni ezt az X hetet, amit mondjuk ott a torna előtt eltöltünk, főleg, hogy a fiúk a bajnokságból érkeznek, fittek lesznek, toppol lesznek, reméljük egészségesek. Ezzel ellentétben most nyáron van egy program, főleg így, hogy márciusban leálltak, március közepén, április elején leállt mindenki. Ez egy olyan hosszú folyamat lett volna újra felépíteni, hogy ez biztos, hogy a teljes mérővására ment volna. Tehát én személy szerint örülök ennek a megoldásnak. Az, hogy mit hoz a jövő a vírus miatt, az meg majd meglátjuk. A férfi válogatott decemberben kezdi majd meg a közös készülést az Európa-bajnoki selejtezőre, amelyen Norvégia, Portugália és a belorusz csapat lesznek majd a magyar válogatott ellenfelei. Végül mutatjuk újra a Tolna megye legfontosabb híreit. Bűncselekménnyé válik az éjjel-szexár csomagosztása. Rendőrségi nyomozás indult a botrányos eljárás miatt.
veszélybe került mikrovállalkozások, akár hitelfelvételre is kényszerülhetnek a koronavírus miatt. Nyári tragédiák minden évben követelnek halálos áldozatokat a hazai fürdővizek. Néprajzi tábor, Kismányokon éltetik a hagyományokat a bukovinai székelyek. Csütörtökön reggel, délelőtt erősen felhős lesz az ég, elszórtan eső, zápor is előfordulhat. A déli órákhoz közeledve felszakadozik a felhőzet, délutánra változóan napos, gomoly felhős, füllett, meleg idő alakul ki. Kis körzeteket érintően ekkor is előfordulhat futó záporeső, de a napsütés lesz jellemzőbb. Éjszaka füllett, gyengén felhős, csillagfényes idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!